Egyre sikeresebbek a vásárosnaményi ipari parkban működő vállalkozások. Bár a város és környezet elsősorban a mezőgazdaságra támaszkodik, az utóbbi években nagyobb szerepet kapott az iparosodás is. Mindkét ágazat képviselői jelen voltak azon a fórumon, amelyen a vállalkozások helyi identitást és gazdaságfejlesztést egyaránt erősítő munkájáról volt szó. Filip Sándor vásárosnamény polgármestere köszöntőjében elmondta, mindkét tekintetben egyre sikeresebbek a város cégei. Hogyha csak a múlt heti eseményre, a top 100-ra gondolok, abban 4 olyan cég is szerepel az első 100-ban, aki vásárosnemény székhelye rendelkezik, illetve van egy olyan is, amelyik vásárosnemény telephelyel. Úgy hiszem, hogyha ezek a vállalkozások, cégek, cégcsoportok megfelelő minőségi munkát végeznek, és olyan eredményesen dolgoznak, amely tükrében a város tovább tud erősödni, gondolok itt amit látok is az iparizési adó befizetésekből, akkor ez egy nagyon nagy stabilitást ad a városnak, és ha a városnak stabilitása van, az a térségre is kihat. Ennek tükrében odafigyeltünk, és oda is fogunk figyelni a jövőben is, hogy ezek a vállalkozások tovább tudjanak erősödni. Ennek tükrében bármilyen meglepő is, mi az elmúlt esztendőben arról döntöttünk a képviselő testülettel egyhangú döntést hozva, hogy az iparizési adó mértékét 2%-ra 1,8%-ra csökkentjük 2 éven keresztül, majd ezt leviszük 1,7%-ra, és az 5. esztendőn pedig 1,5%-os lesz csak. Az utóbbi 2-2,5 évben sikeres és népszerű programokat tudott megvalósítani a megyei önkormányzat az Itthon Együtt közösen elnevezésű helyi identitást erősítő pályázat keretében. Sesták Oszkár elnök arról beszélt, ebben a vállalkozásoknak is nagy szerepe volt. Most a vállalkozói közösséget szólítottuk meg itt helyi identitás kapcsán, egy olyan részén a megyének, amely köztudottan vagy mindenki által tudottan erős helyi identitással rendelkezik, a Bereg szívében, Vásárosnaminkban vagyunk kíváncsiak a helyi vállalkozók véleményeimre, tapasztalatára, hogyan lehet identitást és helyi vállalkozást, helyi termékfejlesztést, helyi márkákat összekapcsolni, és előadást is tartanak a kollégáink, akik éppen a megyei Paktum programban ezt a feladatot végzik, a helyi identitás megerősítését a termékfejlesztésen keresztül. A szatmári és beregi térség országos viszonylatban is kiemelkedőnek számít a népi kultúra ápolásában és a helyi termékek előállításában. Tilki Attila, a térség országgyűlési képviselője szerint azon kell sokat dolgozni, hogy ezeknek az értékeknek a népszerűsítése is jobbá váljon. Egy olyan megye vagyunk, aki alkalmas arra, hogy helyi termékeket állítson elő. Ha csak arra gondolunk, hogy a pálinka fronton szerintem az ország legerősebb megyéje vagyunk, kiváló pálinka főzdékkel és abból ugye kiváló termékekkel, de azon túl a szatmár-beregi térség az kiválóan alkalmas arra, hogy helyi termékeket állítson elő. Ahol most vagyunk, a Vásárosnaményi Hunor Hotel, ez is egy példája annak, hogy az itteni márkával a tulajdonos a helyben készült alapanyagokból helyi terméket állít elő. Szerintem ez a jövő. Talán a vásárlói szokások megváltozásával is látszik az, hogy egyre többen keresik az ilyen típusú térségekre, helyekre, vidékekre jellemző termékeket. A fórumon elhangzott, a megyei önkormányzat a jövőben is támogatja a vállalkozásokat az értékteremtésben, amire többek között a Paktum Plus elnevezésű pályázat is lehetőséget nyújt a következő évben.